Üdvözlök mindenkit, tehát gratulálok először is a Ferenc Árosnak a bajnoki címhez, és sok sikert kívánok a kupába. Kérdés? Köszönöm szépen, viszlát! Istenem, neked! Hale! Köszönöm! Tibi, a mikrofonban is. A mérkőzés magát ugyan értékelni, nem kezdtetek jól, viszont utána nagyon szépen visszajöttetek a meccsbe. Igen, így volt. Kicsit bővebben. Valóban így volt. Nem kérdezed meg a bíróhoz, szeretnék egy nyilatkozni? De nem válaszolok rá. Két kiállítás, meg két 11-es. Egyébként sokkal jobban játszott a Fradi, mint mi. De befolyásolt a mérkőzés kínálatára. Van még esetleg kérdés? Köszönöm szépen, mi szóval. Köszönjük szépen. Ja, wir mussten ja ein bisschen taktisch umstellen, da uns ja beide Außenverteidiger aufgefallen sind. Taktikai át kellett állnunk, mivel a két külső védekező játékosunk az kiesett. Und ja, ich muss sagen, ich glaube, dass wir sehr, sehr gut ins Spiel reingekommen sind. Wir haben ja viel Ballbesitz wieder gehabt und ja, sind dann auch irgendwann 2-0 in Führung gegangen. Tudom, jól önmagunkra találtunk, jó kezdtük a mérkőzést, meg is sokat birtokoltuk a labdát, utána 2-0-ra vezettük a mérkőzést, úgy gondolom megérdemelten. Und ja, dann, wie so in den letzten Spielen oft war, dass aus heiterem Himmel die erste Chance vom Gegner war in vielen Spielen davor auch, bekommt man dann das Anschluss. És ahogy szokott lenni az elmúlt mérkőzések során, gyakorlatilag teljesen hirtelen az ellenfélnek az első helyzetéből gólt kaptunk, más mérkőzésekben is előfordult ez már. Und ja, ich denke, dann haben wir in der zweiten Halbzeit nicht gleich so gut ins Spiel gefunden. Úgy gondolom, a második fél időnek az elején nem találtuk annyira jól rögtön meg a ritmust, illetve a munkat. Wir haben dann zwar ein Mittelfeldspieler mehr mit reingenommen, weil Dani war sehr, sehr müde, der hatte die letzten Tage auch ein paar Probleme mit den Atemwegen. Und dann haben wir uns entschieden, noch einen Mittelfeldspieler reinzunehmen. Aber dann haben wir zu viele Einzelaktionen gehabt, wo wir viel gedribbelt sind und haben leichte Ballverluste gehabt. Gut, dann habe ich gyakorlatilag lecseréltük Danit, nagyon fáradt volt az elmúlt napokban, a légutakban volt kisebb problémája, úgyhogy gyakorlatilag egy középpályásra kicseréltük őt, gyakorlatilag egy középpályásra több volt a pályán, de nagyon sok egyéni akció volt, nagyon sok cselezés volt, és könnyű labdát veszítettünk el. Ja, und dann mussten wir uns ein paar Mal schütteln und haben dann wieder in die Spur gefunden mit einem wunderschönen Tor von unserem Kapitän, von Gábor Jömber, für den es mich ganz besonders freut nach seiner ganz, ganz schweren und langen Verletzung. Und ezt követően meg kellett ráznunk magunkat, utána megint önmagunkra találtunk, és gyakorlatilag a kapitányunknak a gyönyörű szép góljával megint vezettük a mérkőzést, nagyon örülök ennek a gólnak, egy olyan nehéz és hosszú szünete volt sérülés miatt.